Sült alma és csirkemelt csikok saláta ágyon. Ilyen egészséges ételeket is kóstolhatnak majd vasárnap Nyíregyházán. A Szép Világnapi rendezvény idén is csatlakozik a Tirpák Fesztiválhoz. A szűrővizsgálatok mellett ezért a szívbarát táplálkozásra is szeretnék felhívni a figyelmet. A kiemelt üzenete az, hogy élj a szíved szerint, ez egy kampányüzenet tulajdonképpen, amiben arra szeretnénk felhívni a résztvevők, a lakosság figyelmét, hogy mennyire fontos az egészségtudatosság, mennyire fontos az egészség magatartás és mennyire fontos a megelőzés. Évente 1700 katéterezést végeznek el a József András Oktatókórházban, ebből 700 az infarktusban végzett beavatkozások száma. A felmérések szerint az ér sikeres megnyitásával a halálozások számát a felére csökkenthetik. A halálozási arány további javítását a kórház előtti és az infarktus utáni szakasz hatékonyabb kezelésével, a betegek jobb együttműködésével lehetne segíteni. A betegek 50%-a túlsúlyos, 25-30%-uk pedig diabéteses. Ez csak néhány a kiemelt kockázati tényezők közül. A nem időben elvégzett szűrések és kezelések miatt a stroke a harmadik leggyakoribb halálozási ok, de a felnőtt kori rokkantság is ezzel magyarázható a leggyakrabban. Van egy fejlesztési elképzelésünk, ez még a tervezés fázisában van. Az invazív kardiológiai laborunkat szeretnénk fejleszteni, ahol ugye a megye egész területének napi 24 órában történő szívinfarktus ellátása zajlik. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jól működő, nagyon korszerű labor most is, de azzal az eszközzel, amit a stentek beültetéséhez használnak az invazív kardiológusaink, ennek az eszköznek a fejlesztésével szakmailag, minőségileg még előrébb tudunk majd kerülni. A kórházaknak már nem csak a gyógyítás a feladata, fontos, hogy tájékoztassák a lakosságot a megelőzés lehetőségeiről, és akár már gyermekkorban megfelelő oktatásban részesítsék a fiatalokat. A Szép Világnapján éppen ezért a prevencióra is nagy hangsúlyt helyeznek a szervezők, és a legfontosabb szűrővizsgálatokat a Kossuth téren is elvégzik majd.